Békés megyei Prima Gála három kitüntetés fog gazdára találni. Garabonciás napok, egy hét, amikor minden a diákokról szól. Veterán asztali teniszbajnokság, a legnagyobb nemzetközi megmérettetés Békés Csabán volt. Jó estét kívánok, a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Békés megye jó hírnevét öregbítik azok a jelöltek, akik elnyerték az idei Prima díjat. Ezúttal is a kultúra, tudomány és sport jeleseit kereste a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés megyei szervezete. A pénteki gálának, amelyen a három kitüntetést átadják, ebben az évben is Békés Csaba ad otthont, ezúttal a Fédra rendezvényközpontban. A kitüntetéssel 1 millió forint jár, emellett elismerik a megye kiváló vállalkozóit is. A díjazottakat a VOSZ Békés megyei szervezetet több szinten választja ki, az értékelésnél fontos szempont az értékalkotó munka. Minden településnek, minden körzetnek, minden megyének vannak kiválóságai, akikre büszkék vagyunk. Na most ezeket nem mindig veszük észre, ahogy rohanunk az utcán, és mi ezek közül próbálunk, mert hisz mindent nem tudjuk, fölhívni a figyelmet, hogy van egy mostani kitüntetettünk is egy háttérember, egy látszólag ismeretlen abban a környezetben, nagyon híres ember, akire kicsit nagyobb körben a megyébe vagy országosan szeretnénk fölhívni a figyelmet. Nem csak látni, hanem látszódni is kell. Ezt hangsúlyozza a megvilágosodás napja. A Békés megyei Baleset Megelőzési Bizottság megyeszerte a láthatóság fontosságára hívta fel a figyelmet pénteken. A 12. alkalommal életre hívott program alatt 1086-an mentek el szervizekbe és szaküzletekbe azért, hogy megvásárolják vagy megjavítassák kerékpárlámpáikat. A napzárásaként pedig a megye 9 városában összesen 712-en vettek részt példamutató kerékpározáson. Láthatósági mellénnyel, csengővel, prizmákkal felszerelve várták a biciklisek a közös felvonulást. A megvilágosodás napján Békés Csabán is több kerékpárüzletben vásárolhatott bárki kedvezményesen láthatósági eszközöket. A rendőrség emellett 1000 darab különböző a láthatóságot segítő kiegészítőt ajándékozott a kerékpárosoknak. Több résztvevő is azt mondja, a megmozduláson kívül is figyelnek arra, hogy látszódjanak az utakon. Egyre többet figyelünk oda, tehát tudtuk, hogy kell rá első lámpa, hátsó lámpa, most már tetszünk rá prizmát, ilyen villogó, olyan villogó, fényvisszaverős matrica. Mi többet járunk autóval, és tudjuk, hogy nem lehet látni a bicikliseket, úgyhogy ezért díszítjük ki magunkat. Autóvezetés közben nagyon kellemetlen azt látni, hogy valaki hirtelen előbukkan, mert nem látható, de egyébként a Mozdulj Meg csapatában vagyok, és ott ezzel kiemelten foglalkozunk, és a közénk jövő gyerekeknek ugyanúgy ezeket oktatgatjuk. Békés megyében kétszer annyi kerékpáros baleset történik, mint az ország más részein. A megyében közel 400 személyi sérüléses közlekedési baleset történt tavaly, ennek a háromnegyedét a személygépkocsi vezetők és a biciklisek okozták. Ez az a kör, ez az a célcsoport, amivel a baleset megelőzés területén, a közlekedési ellenőrzések területén, mint rendőrök, akik ezzel foglalkoznak, szeretnénk minél többet odafigyelni, tenni, ellenőrizni. Változatlanul mondom, mindezt annak érdekében, hogy minél kevesebben sérüljenek meg, és az előbb nem mondtam, természetesen minél kevesebben halljanak meg az útjainkon. A megvilágosodás napján a megye 9 városában rendőri biztosítás mellett összesen 712-en vettek részt az esti példamutató kerékpározáson. Elindult az apróvadas vadászati idény. A megnyitót Kondoroson tartották, ahol egész nap kiállítás, fogadbemutató várta a közönséget, de megemlékeztek az aradi vértanukról, és az alföldi vadásztársulat alapító tagjai előtt is tisztelegtek. A Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület tagjai bemutatóval készültek. Gyere ide! A 30 éves múltra visszatekintő egyesület fogadhajtói egy gyors és hajtós pályára léphettek. 9 fogadtal jelent meg az egyesületünk, ebből 12 hajtót fogunk majd úgymond fölengedni a pályára, ennyi is tartunk lesz. Közben lesznek még a nyergeseink, az Almalovas tanyáról érkező lányok. Ők egy egyszerűsített gyermeklovas akadálypályát fognak végigmenni.
A nap folyamán vadászkiállítást is megnézhettek az érdeklődők a Batthyány Geiszt kastély egyik termében. A történelmi Magyarország első vadásztársasága Kondoroson 1851-ben alakult Alföldi Vadásztársulat névvel. Ennek állít emléket az önkormányzat és a vadásztársaság nevét viselő közhasznú egyesület. A társaság ma több mint 10 000 hektáron gazdálkodik. 23 tagja van, apró vadállományunk, mint már említettem, nagyon jó az őszbakállományunk, az élőnyúl fogásba kiemelkedő, teljesítettünk az elmúlt pár évben, röviden ennyit. Az első alkalommal megrendezett ünnepség hagyományteremtő szándékkal jött létre. A cél hosszú távon az, hogy Kondoros neve összeforjon az apróvadas vadászati szezon nyitásával. Fáklyás felvonulással és Airi Mafia koncerttel kezdődött a 25. Garabonciás napok Békéscsabán. Ezen a héten 8 iskola diákjai, kampánystábok és jelöltek mérik össze tudásukat a diák polgármesteri címért. 25 éve szól egy teljes hét a középiskolásokról. Ilyenkor napokon keresztül frenetikus hangulat uralkodik az utcákon. Erre az alkalomra a diákok már hónapokkal előbb készülni kezdenek. Egy igazi kampány dolgoznak ki rendezvényekkel, mindezt egyedi témák köré csoportosítják. A miénk a félelemmel kapcsolatos téma, győzik le a félelmeinket, vagy hogyha nem is győzik le, próbáljuk meg őket kezelni, és próbáljuk meg a hasznunkra terelni őket. A diákok ilyenkor szívesen áldoznak a szabad idejükből és támogatják iskoláikat. Nagyon szeretem az Andrássy iskolát is, így növeljük a diák közösséget, és nagyon tetszik. Ha minden feladatot a legkreatívabban, legjobban oldanak meg a stábok és a jelöltek, akkor az adott iskola delegáltja lesz a diák polgármester. Ezután ő és kampánystábja együtt képviselik a fiatalokat, érdekeiket. Ezen felül az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápolnak. Ahogy tavaly a Gara után az új diák polgármester felkeresett, és azt követően is sűrűn tartottuk a kapcsolatot, most is ezt ígérem neki és a csabai középiskolás diákságnak. Nagyon sok közös programunk volt, és én azt gondolom, hogy ezt tudjuk még fokozni. A fáklyás felvonulás végén a Csaba Gyöngy előtt felállított színpadon a 8 jelölt mutatkozott be, majd átadták a helyet az Airi Mafiának. Ez pedig már a Csaba Gyöngye előtti Garabon City, azaz a diákváros, ahol hétfő reggeltől pezseg az élet. Asztali tenisz, csocsó és sok-sok finomság is várja a diákokat. A kékbe öltözött vízműs tábja arra biztat bennünket, hogy vállaljuk önmagunk. Ezért is a szimbólumunk a maszk. Ez egy olyan tárgy, ami elrejti a valódi énünket, és erre szeretnénk az embereket rávilágítani, hogy dobják le ezt a maszkot, és adják önmagukat, mert ugyebár mindenki sokkal jobban érzi magát a saját bőrében. A programok a város számos pontján zajlanak, oktatási és kulturális szintereken, Békés Csaba közterein, főterén. Idén lett 25 éves a Diákfesztivál, melyen évről évre fiatalok ezrei vesznek részt óriási lelkesedéssel. Én azt gondolom, hogy a lényege az, hogy egyrésztről új közösségek kovácsolódjanak, hogy új kapcsolatok szülessenek a diákok között, hogy megtanuljanak önállóan dönteni, csoportot vezetni, csoportban gondolkodni, csoportban dolgozni. A diák polgármestereket csütörtökön választják majd meg, addig is több száz program várja a fiatalokat, akik délutánonként és esténként ingyenes előadásokon, könnyű zenei koncerteken, szabad egyetemen, előadói esteken és kampányprogramokon vehetnek részt. A kivégzett tisztek kardjai, személyes tárgyai is láthatóak azon a kiállításon, amelyet pénteken nyitottak meg a Gyulai Almási kastélyban. A Letétetett, Bevégeztetett című tárlat azoknak a hősöknek állít emléket, akik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt egy olyan nemzeti ügyért harcoltak, mely eredményeként polgári Magyarországot teremtettek honfitársaiknak. A 13 aradi vértanúból 10 Gyulán az Almási kastély előtt tette le a fegyvert. Innen indultak el utolsó előtti útjukra Aradra. Mindezt nem csak hallhatta, hanem a színészek előadásában láthatta is a közönség, mint ahogy azt is, hogyan dobták be a tisztek a kastély egyik ablakán az oldalkardjukat. A jelenet arról is szólt, hogyan búcsúzott Damjanics a feleségétől. Gyulaváros lakossága akkoriban, mármint 49-ben, alig volt több 12 ezer embernél. Házainak száma mainak, írta Kohn Dávid 1920-as években, felénél sem, majd így folytatta. Az 1400-nyi honvédtiszt mindegyike
szállást kapott mégis. Alig volt zsellérház is, amelynek vendége ne lett volna. Az előkelő honvédtisztek a belvárosi házakban laktak. A kiállításon kiderült, hogy az 1400 honvédtiszt egyike sem járt jól. A vezetőket kivégezték, ez alól csak Lenkei János volt kivétel, aki megőrült a per alatt. Az alacsonyabb rangú katonákat börtönbe vetették az osztrákok. Városunk az aradi magyar közösség számára egy szent kötelesség, hogy emlékezzünk minden évben, de én már 167 éve elmondhatjuk, hogy az aradi magyarság, Arad nem felejti a vértanúk emlékét. Gyula sem felejti, erre szolgál az Almási kastélyban nyílt kiállítás, amelyen a tisztek személyes tárgyait, kardjait, zubbonyának gombjait is bemutatták. Pöltenberg, Török, Knézics, Láner, Leningen, Nagy Sándor, Aulik, Damjanics és Vécsei sorsa bevégeztetett. Az interaktív kiállítás fél évig látogatható. Szokatlan akcióra hívta a Békés megyei könyvtár az olvasóit. Azt kérték, gyűjjenek össze minél többen, és a könyvtár iránti szeretetüket fejezzék ki azzal, hogy együtt ölelik át a könyvtárat. Hát igen, egyik sarkától a másik. Az épületben gyülekeztek azok az olvasók és könyvtárosok, akik egy-egy kornélcicát magukhoz véve mentek a könyvtár elé. Az Országos Könyvtári Napok keretében szervezett mozzanat egy országos akció része volt. Pénteken hazánk több pontján mutatták ki hasonló módon a könyvtár iránti szeretetüket az olvasók. Van, ahol iskolai osztályokat hívtak segítségül ahhoz, hogy a kisebb-nagyobb épületeket körbe tudják ölelni a könyvtárosok és az olvasók. Mi úgy gondoltuk, hogy nálunk cicákat hívunk segítségül. Nagyon régen a gyerekkönyvtár jelképe, Szerafina kék ló, nagyon szeretik a gyerekek. De az újabb időkben most született még egy kornél cica is hozzá. Az olvasók és a könyvtárosok összekapaszkodtak és átölelték a Békés megyei könyvtárat. Ha az egész könyvtárat nem is sikerült körbeölelni, a főbejárat körül ott volt az ölelők között a 33 cica és sok-sok ember. Köztük Nógrádi György is, aki ezúttal nem biztonsági szakértőként érkezett, hanem azért, hogy bemutassa élete első könyvét. 40 év alatt a Föld körül című könyvét mutatta be Nógrádi György a Békés megyei könyvtárban. A közönség ezúttal a biztonságpolitikai szakértő derűsebb arcát ismerhette meg. Hihetetlen sok minden történt velem, jöttem le teljesen véletlen. Aztán bárki bármit kérdezhet a biztonságpolitikának, arra is válaszolok, csak mondták, hogy a tévében nem szoktam mosolyogni. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt leginkább akkor látják a nézők a tévében, amikor súlyos külpolitikai kérdésekről esik szó. A Békés megyei könyvtárban azonban a derűsebb arcát ismerhette meg a közönség pénteken este. Nógrádi György 20 éves korától 4 évvel ezelőttig idegenvezetőként is dolgozott, könyvében az érdekes találkozásait, úti élményeit eleveníti fel. A jugoszláv tengerpartot, az Adriát, álomszép volt, Kínát, a kínai városokat, a nagyfalat csodálatos volt, Floridát, meseszép volt, tanultam a NATO-val, körbejártuk a világot, szép volt, eddig nagyon szerencsés életem volt. Az ezúttal íróként bemutatkozó Nógrádi György megosztotta a közönséggel azt is, mi derűjének titka. Mint mondta, bárhol legyen is a világban, boldog és jól érzi magát. Októberben indult el a Jókai Színház új program sorozata, a Terefere. Minden héten egy-egy művésszel ismerkedhetnek meg közelebbről a színházba járók. Pénteken Vadász Gábor várta a beszélgetésre az érdeklődőket. Izgalmas kulisszatitkokat is elárult Vadász Gábor a Terefere című programsorozaton. Mikor vedd fel a táskát, mikor mit teszel a táskába, vedd fel a füldugót, most vedd fel a füldugót, menjél át, vizet kéne inni, nem tudsz, nincs időt, orrot kellene fújni, nem tudsz, be vagy adva a mikrofonba, be is fújtam. A Békés Csabai Művész a kávéházi beszélgetés alatt nyíltan beszélt családjáról is, kisebbségi származásáról is arról, hogy hogyan került a színház közelébe. Eredetileg ugyanis nem színésznek, hanem zenésznek készült. Nem feltétlenül a színház volt az első számú szempont számomra. Én zenész szerettem volna lenni, énekes szerettem volna lenni, és a színház egy nagyon-nagyon kellemes véletlen volt az életemben, és azóta is itt vagyok, és imádom csinálni.
Idén új programsorozatot indított a Békés Csabai Jukai Színház Terefere a Művész Kávéházban címmel. Októbertől minden pénteken 17 órától egy-egy művésszel találkozhat, beszélgethet, fotózkodhat bárki, aki betér a Jukai Színház Művész Kávéházába. Művész Kávéház művészekkel, úgy az igazi, és úgy gondoltuk, hogy ez pontosan jó alkalom, lehetőség arra, hogy a színészeinkkel itt találkozzanak a közönség. És ezért eldöntöttünk, hogy október végétől Terefere címmel indítjuk ezt a programsorozatunkat, és minden pénteken 17 órától várjuk ide a közönséget, a színház szerető és színészeket, művészeket, kedvelő embereket. Legközelebb október 14-én Csiszár Imre rendezővel találkozhatnak a színház szerelmesei, ahol ismét a jó beszélgetéseké és a finom süteményeké lesz a főszerep. Magyarországon rendezték meg a legnagyobb nemzetközi veterán asztali tenisz bajnokságot szombaton Békés Csabán. A dr. Bándi Andor emlékversenyt 27. alkalommal rendezték meg a megyeszékhelyen. Kállai Norbert egyéniben és párosban is indult a 40 és 49 év közötti kategóriában. A nemzetközi veterán versenyen az alsó korhatár 39 év volt, de a 80 év felettieket is várták a szervezők. Jelen pillanatban első vagyok a ranglistán, és általában az egyénit azt meg szoktam nyerni, a párosban meg mindig dobogon szoktam végezni. A versenyre 170-en neveztek, ahol 7 férfi és 3 női kategóriában indultak a veteránok. Az esélyesek közül Frank Béla Európa-bajnok és dr. Hegedűs László a második helyezést szerezték meg a 60-65-ös korosztályban. A második helyet szereztük meg. Jó verseny volt, jó színvonal, jól éreztük magunkat, és így alakult. A 80 pluszos kategóriában Majer Zsolt tűnt a legesélyesebbnek, aki második helyzet lett az Alicante-ban rendezett veterán világbajnokságon májusban. A 75 év fölötti férfi páros azt megnyertük párommal, az egyéniben szintén a döntőben vagyok, de 80 év fölött remélem, hogy most ez a 15. békéscsabai győzelmem lesz. A versenyre érkeztek Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból, Ausztriából, Németországból és Romániából is. A résztvevők másfélszeres szorzóval kaptak ranglista pontokat a nap végén. Pillanatnyilag Magyarországon beleértve minden ranglista versenyt, ez a legnagyobb létszámú verseny asztali teniszben, bármely korosztályt tekintve. Úgyhogy valóban egy kiemelkedő rendezvényről van szó, amely reményeink szerint tovább fog az elkövetkezendő években bővülni. A közeljövőben akár két napossá is bővülhet a nyílt verseny a szervezők szerint. A híradó ezzel véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, akkor látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!